Az Albatrosz Repülő Egyesület tavaly ősszel kezdeményezte a Nemere projektet, amiben a méltán híres vitorlázó repülőgépet építik újjá, amit 1936-ban Rotter Lajos álmodott és épített meg. Az 1936-os berlini olimpiára készült a gép, hogy képviselje Magyarországot, ahol a világrekordnak számító 327 kilométert 3 óra 53 perc alatt tette meg. Rotter Lajos ezzel a repülőgéppel nagyon magasra tette a lécet. Az egyik legnagyobb probléma az óriási fesztávolság. Tehát ha visszaugrunk egy picit a történelembe, és megnézzük ezeknek a repülőgépeknek a kortársait, ez a 20 méter, amit ő megtervezett és megépítettek, ez akkor is óriásnak számított. Tehát ha ma az ember egy picit belegondol abba, hogy 20 méter mi van az én magam környezetébe, akkor rájön, hogy semmilyen 20 méteres tárgyat nem tud. A repülőtér értelemszerűen mutatja ezeket a nagy tárgyakat, de ha abban az időben is kiment az ember egy repülőtérre, akkor 8-10-12 méteres fesztávolságú motoros repülőgépekkel találta szembe magát, a vitorlázó repülőgépek meg 12-15 méteresek voltak, de nem 20, tehát ez óriási. Hol jár ez a munkafolyamat a Nemerével kapcsolatosan? Most kezdtük el építeni a szárny főtartóját, amit már elkezdtünk gyakorlatilag, de nem a ragasztásokkal, hanem a fa válogatásával. Most jutottunk el abba a fázisba, hogy shifteljük össze, illetve válogatjuk hosszra úgy össze a léceket, hogy a szánynak a 4 főtartó elemét meg tudjuk csinálni. Tehát gyakorlatilag most a szárny főtartójának a hosszának a hossz léceit válogatjuk össze. Ugye egy szárnyba gyakorlatilag 2 főtartó öv van egy alsó meg egy felső, tehát a 2 szárnyba összesen 4, a repülőgép fesztávolsága 20 méter, amiből kiesik a törzs középső részén levő 1 méteres csonk, tehát gyakorlatilag egy szárnyunknak a teljes hossza az 9,5 méter. A 9,5 méter nem úgy kell elképzelni, hogy ennek a főtartó része az teljesen 9,5 méteres gerenda, hanem ugye a szárnyvég felé, ahol csökken az erő, ugye ott ezek vékonyodnak. Egész vékony lécekből is ragasztogatjuk mi is össze, aminek az az oka, hogy nagyon jó minőségű, egyenletes szálsűrűségű fát 9,5 méteres hosszban teljes szerkezetében homogént nem lehet találni. Úgyhogy szilárdságilag ez megfelelő legyen, ezeket pici kockákból ragasztgatjuk össze, amikből gyakorlatilag egy alsó és felsőből össze fog állni egy olyan szárnygerinc, amit igazából egy vasúti sínhez hasonlíthatnék fából. Gyakorlatilag a szárny legerősebb része. A repülőgépnek föl van erősítve ez a főtartó a törzshöz, két oldalról csatlakozik a jobb, illetve a bal szárny, aminek gyakorlatilag a szárnyaknak van egy olyan becsatlakozási pontjuk, ami ezekhez az idézőjelben vasúti sínekhez, amik fából vannak, főtartókhoz van erősítve a szárnynak az összes többi része, amivel csatlakozik a törzshöz. Gyakorlatilag ez hordja az egész repülőgépet, és annak az építését folytatjuk most. Mennyivel másabb egy ilyen vitorlázó gépnek egy szárnyát megcsinálni, mint mondjuk egy olyannak, ami motoros meghajtású? A motoros repülőgépeknek egészen más szárnyszerkezetük van. A vitorlázó repülőgépeknek egy sokkal inkább héj szerkezetű, a mai kompozitokhoz hasonlítható szerkezetük van. A motoros repülőgépeknek sokkal robosztusabb, sokkal több zsíp, sokkal rövidebb szárnyuk van. A vitorlázó repülőgépek szárny fesztávolságai gyakorlatilag egy ugyanilyen súlyú repülőgéphez képest minimum a háromszorosa. Tehát ma, ha megnézek egy motoros repülőgépet, ami 3-400 kiló, annak a szárny fesztávolsága 7-8 méter. Itt mi gyakorlatilag egy 20 méteres repülőgépet fogunk építeni, ami elképesztő. A nagy fesztávolság gyakorlatilag a felhajtóerő termelésében jut szerephez. Ugye egy motoros repülőgépnél a motor folyamatosan húzza a repülőgépet előre, a légcsavar gyakorlatilag egy forgószárny, ami a repülőgép hossztengelyéhez képest képzi a vonóerőt, ugye a húzóerőt képes csinálni azt a szél mennyiséget, ami ahhoz szükséges, hogy a repülőgép előrefele menjen. A vitorlázó repülőgépnél ez máshogy van. A vitorlázó repülőgépünknél egy óriási szárny egy sikló szöggel termeli meg ugyanazt a mennyiségű felhajtóerőt, amit egy motoros repülőgépnél a kisebb állásszöggel a motornak a vonóereje hoz létre. Mit használ ki a vitorlázógép ahhoz, hogy a levegőben maradhasson? Gyakorlatilag a,
A vitorlázó repülőgépre a legjobb példa, amit az emberek ugye el tudnak képzelni, ez a papír repülőgép. Ugye mindig azt mondja az ember, hogy nem tudjuk, hogy mitől repül a repülő. Hát, mert hogy a motor nélkül miért marad fönn, motor nélkül hogy siklik a repülőgép. És nagyon egyszerű, egy minimális olyan pozitív állásszög kell hozzá, ami a szárny alsó és felső része között olyan nyomáskülönbséget hoz létre, ami között egész elenyésző lesz a különbség a megtermelt felhajtóerő és a repülőgép súlya között. A gépet kétszeri újjáépítését követően 1945-ben megsemmisítették, de szerencsére a tervrajzok fennmaradtak. A jogutódok beleegyezésével és a fa szerkezetű repülőhöz való anyag beszerzésével megkezdődhetett a legendás gép reprodukciója. A munka oroszlán részét a Magyar Régi Vitorlázó Repülők Klubjának tagjai végzik. Nagyon örülök, hogy egy ilyen teljes, mert az elején úgy nézett ki, hogy csak ilyen részletrajzokat kapok, és hát abból azért úgy elég nehéz volt kitalálni az egészet. Szerencsére már előtte egy minimó a repülőgépet, ami hát végül is ugyanebből a korból való, tehát az 1936-os technikát azt csinálta, tehát egy ilyet 4 évig végül is végig csináltam, úgyhogy hát abból elég sokat lehet tanulni. De itt a Rotternak a gondolkozás módját kellett. Tehát itt nem csak a nemerét kellett tanulmányoznom, hanem inkább még a Karakánt és a másik gépet is, amit a Rotter tervezett, mert ő neki egy teljesen sajátságos technikája volt, és a többiek ezt így nem találták. Hát nem véletlenül ezért lett egy ilyen nagyon jó gép, amivel hát végül is egy világrekordot lehetett repülni. Na most, amikor itt megkaptam az egésznek a nagy rajzát, tehát az összeállítási rajzot, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok írás van, ami arra vonatkozik, hogy kell csinálni, hogy mi az, ami a Rotternak a specialitása, hát akkor értettem meg igazán. A lényeg ugye ezekbe a gépekbe az, hogy az egész törzs szerkezet az végül is ilyen lamellákból van össze, tehát az adja az igazi nagy szilárdságát, hogy az egész egy ilyen hajlított szerkezet, de ugye hát mind a kocsi, tehát a bognáriparba, ezeket úgy szokták csinálni, hogy mindig görbefát keresnek, és akkor a görbefából úgy vágják ki, és akkor hát ez egy más technika. De itt a repülésnél ugye mindig az kell, hogy még akkor is egyenes szóval, hogy szálliránynak nem szabad megszakadni, meg kifutni, még akkor is, ha görbe. Na de ezt a görbeséget úgy lehet kitalálni, hogyha fogok egy egyenes fát, tehát egy ilyen egyenes fát, és akkor azt az egyenes fát végül is utána meghajlítom. És akkor úgy több rétegből összeragasztom, és akkor gyakorlatilag olyan lesz, hogy a szilárdsága nagyon nagy, mert hiszen a fának az évgyűrűi, tehát a szál szerkezete az nincs megszakítva, viszont amiatt, hogy több réteg van így összeragasztva, amiatt viszont egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős szerkezet. Na most itt persze, ha nézünk egy ilyen bordát, akkor azt kell mondani, hogy ennek ilyen a rádiusza, ennek a felsőnek már sokkal kisebb, tehát itt minden egyes darabnál az mondja, az ott 20 mm. És akkor elkezdem, hogy mennyire hajlik, milyen lamella vastagságot tudok úgy meghajlítani még törésveszély nélkül. És akkor úgy kell közélni, hogy akkor 20 osztva mit tudom én hányjal, és akkor megkapom azt, hogy na, a gyaluval olyan vastagságú lamellát kell csinálni, hogy abból mit tudom én, 5-öt, 6-ot, 7-et, 3-at, hát hol milyen a szerkezet, és hát hogy milyen vastag lamellából, és akkor azokat úgy ragaszgatni. Na most akkor itt van hozzá a sablon, akkor azt megcsinálom, akkor még azt vastagságilag, ugye, mert ugye hát akkor egymás mellé pontosan nem tudja az emberet, egyik egy kicsit följebb van, lejjebb van, hát itt az ember szalad gyorsan, hogy köt az anyag, na meg kitúródik belőle a ragasztó, tehát azt akkor a legvégén szépen egy vastagsági gyalun át kell engedni, tehát mondjuk 20-asra csinálom meg a bordát szélességbe, és akkor valóságban majd 16-ra kell, és akkor azt aztán szépen a gyalun
jobbról-balról, még aztán pontosan 16 lesz, de akkor már gyönyörű, szép, sima. És akkor jön aztán bele a sablomba vissza, az egyik oldal is, másik oldal is, és ezt is most már rájöttem arra, hogy nem úgy csinálom, hogy itt is csinálok egyet, meg ott is csinálok, mert akkor nem biztos, hogy a kettő egy nagyon kicsit eltér, hanem hogy csak az egyik oldalon csinálom meg pontosra a sablont, és nem baj, ha hosszabb ideig tart, de a másik oldalit is ebbe a sablomba csinálom meg, és akkor egészen biztos, hogy hogy szimmetrikus lesz, mert hiszen egy sablomba készült. Hát szóval ezek ilyen jó pap is holtig tanul, abba döglik bele, szóval hogy de közben kellett sok mindent kitalálni. És hát így, hát most már úgy megbarátkoztam ezzel a nemerével, és hát tulajdonképpen örülök, hogy itt van. Milyen anyagokból készül egész pontosan? Gondolom nem bármelyik fát lehet felhasználni egy ilyen gép megépítéséhez. Honnan lehet ezt az anyagot beszerezni, és milyen anyagokról van szó? Hát ezt nagyon kell vigyázni, mert általában mindegyik ilyen oldtimer gépeknek a felújításánál, vagy újra megépítésénél, ott általában mindig az a legnagyobb probléma, hogy nehezebb lesz, mint eredetileg. Na most itt, amit leginkább be lehet szerezni Magyarországon, persze azt is meglehetősen nehezen, az egy finn származékú borovi fenyő, ami hát gyakorlatilag egy erdei fenyőt jelent, mert ez a borovi ilyen fenyő nincs, hanem az egy gyűjtőnév, az egy erdészeti, nem erdészeti, hanem egy fakereskedési műszó. Mert borovi fenyő, megnézi az ember a fenyők, hát nincs borovi fenyő, erdei fenyő van, tehát ezek a hosszú tüskéjűek. Na most az erdei az, amelyik egyenes, a fekete fenyő, ami hosszú tüskéjű, de ilyen girbe-gurba, de gyakorlatilag ennek ugye egy kicsit nagyobb a súlya. Mondjuk a legnehezebb az meg a vörös fenyő, ami aztán egy nagyon-nagyon-nagyon időtálló, na de hát annak a súlya aztán meg végképp nagyon nagy. Ami az igazi, az a lucfenyő. Viszont azt mondják a kereskedésbe, hogy a lucfenyőt Finnországból úgy tudná behozni, hogy olyan iszonyatos drágán, hogy azt itt nem lehet eladni annyiért. Na most a másik meg igaz is probléma, hogy hát jön egy 10 köbméteres bála, és a 10 köbméterest én azt átválogatom, abból kiveszek 5 fél köbmétert, na de a 9 és felett azt valakinek el kell adni, amiben van egy-egy csomó, amiben ferdén kifut a szál. Na tehát akkor gyakorlatilag a fakereskedőnek az is probléma, hogy nekem behozza azt a nagyon jó fát, és akkor amit én meghagyok, mert a nagyon jó minőségűből sem olyan minőségű, hogy repülőt lehessen belőle, az kinek adja el. Na hát így ez a lucfenyő beszerzés, ez nagyon nehéz. Hát itt szerencsére Ungár Laci barátunk, aki hát egy nagyon ügyes valaki, hát ő egy erdélyi társaságtól tudott szerezni lucfenyőt, és hát így ebbe a fenyőbeszerzésbe ebbe én nem voltam bele, tehát a Ungáréktól kapom ezt a bizonyos léceket, és hát abból csináljuk, aminek egy nagyon kicsit kisebb a szilárdsága, mint ennek a bizonyos borovinak, de viszont a súlya arányosan kisebb, és hát ugye ez eredetileg abból volt, úgyhogy hát szóval elég nehéz ez a fa kérdés. A 2017. szeptemberében meghirdetett Nemere projekthez több mint 50 fehérvári felajánlása mellett Székesfehérvár közgyűlése 9.350.000 forintos támogatással járult hozzá. Honnan jött az inspiráció erre, hogy ezt a Nemerit újraalkossák? Székesfehérvár repülés történetének a 100. évfordulójára készültünk, amikor is kutakodtunk Fehérvár repülés történetében, és akkor jutott a birtokunkba a Nemerének a története, amely 1936-ban Rotter Lajos által tervezett és Székesfehérvár Sóstól repülőtéren megépített nagy teljesítményű vitorlázó repülőgép volt. A háborút követően sajnos ez az egy darab példány elég elhagyatott módon megsemmisítésre került,
és úgy gondoltuk, hogy talán ez egy szép projekt lenne, hogyha Székesfehérvár, a székesfehérvári repülők barátaikkal együtt ezt a repülőgépet újjáépítenék. Szerencsére az eredeti tervrajzok fennmaradtak, és lehetőség van arra, hogy ez a csoda újjászülessen, és az egykor sok sikert, sok sikert és világhírnevet hozó repülőgép az újra levegőbe emelkedhessen. Milyen előmunkálatok és milyen szakmáknak van szükség ahhoz, hogy ezt a gépet reprodukálják? Hát nem egy könnyű feladat, ugyanis 1936 óta nagyon sok szakma eltűnt a szakmák sorából, többek között a repülőgépépítő, farepülőgépítő szakemberek is szép lassan kihaltak. Szerencsére van még Magyarországon jó pár olyan megszállott ember, mint a Zungár László, aki kimondottan fagépekkel foglalkozik, farepülőgépekkel, sikerült megszerezni az ügy érdekében az ő tudását, és így szerencsére elindulhatott ez a projekt. El kell mondjam, hogy természetesen mindenhez pénz kell, hiszen egy repülőgépet építeni csak minőségi anyagokból lehet. Mit fog jelenteni ez a városnak, és mit fog jelenteni ez az egyesületnek? Hát azt gondolom, hogy a városnak egy büszkesége lesz, hiszen egykoron ez a repülőgép világrekordot repült, és mai napig is jobban ismerik külföldön a Nemere történetét, mint idehaza Magyarországon. Úgy gondolom, hogy ezt a hírnevet érdemes újra feléleszteni, az akkori mérnöki munkát, az akkori fehérvári szakemberek munkáját, akik akkor 6 hónap alatt képesek voltak legyártani ezt a repülőgépet, Székesfehérvár Sóstó repülőtéren oly módon, hogy szinte naponta hozta le a tervező motorkerékpárral az éjszaka elkészült tervrajzok szeleteit, és azt másnap már munkába vették a szakemberek. Tehát egy ilyen világrekordot repült repülőgép az akkori technikát figyelembe véve a repülés csúcsát jelentette, a vitorlázó repülés csúcsát, és szerintem ezt ma bemutatni bármelyik repülőnapon, és vinni Székesfehérvár hírnevét ezzel, illetve a mai szakembereknek a tudását, hogy ezt a repülőgépet ma meg tudták építeni valóban a műanyag kompozit repülőgépek idejében, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon, nagyon kiemelkedő teljesítmény lehet. Székesfehérvár és Magyarország egykori büszkesége 73 éve semmisült meg, az akkori faszerkezetű vitorlázó gépeket már leváltották a szénszálas anyagokból készülő társaik, de mind Fehérvárnak, mind a repülés szerelmeseinek nagy öröm lesz, ha a Nemere, mint egy főnix madár, hamvaiból feltámadva újra az égboltot ékesíti, ami várhatóan 2019-ben valósul meg.